az akol közelébe hevert neki szörnyű dorongja, egy még zöld, nagy olajfa dorong. Ezt vágta ki, hogyha száraz lesz majd hordja. Mi jól megnéztük. Olyan volt, mint amilyen nagy az árbóca széles barna hajónak, húszevezősnek, mely terhével járja a tengert, szemre a vastagságas, a hossza is éppen ilyen volt. Hát odaléptem, jó ölnyit vágtam le belőle, és odaadtam, hogy meghántsák emberimnek. Ők simára faragták, én kihegyeztem a végét, mellé állva utána tüzessé tettem a lángon. Majd pedig elrejtettem szépen a trágyahalomban, melyből barlangjában elég volt, itt is, amott is. Hívtam a többieket, hogy sorsot vessenek, ekkor s döntsék el, ki legyen, ki velem fölemelje a nyársat, és bátran beledöfje szemébe, ha édesen alszik. Sors pedig éppen azokra esett, kiket úgy is akartam, négyre, magam számoltam hozzá még ötödiknek. Este felé megjött szép, gyapjas nyájjal a Kyklops, tágölű barlangjába terelte azonnal a nyájat, és odakint egyet se hagyott a magas kerítés közt. Vagy sejtett valamit, vagy eként rendelte az Isten. Majd meg a sziklát visszahelyezte, magasra emelve, és odaült mekegő kecskéit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. És miután buzgolkodván befejezte a dolgát, markolt egybe megint kettőt, s látott vacsorához. Ekkor a Kyklopshoz közel álltam, szóltam eképpen, éjszínű borral telt nagy kancsót tartva kezemben. Kyklopsz, nézd ide! Idd meg az emberhúsra a bort is, hogy megtudd, milyen édes ital volt barna hajónkban. Áldozatot hoztam neked ebből, megkönyörülsztán és hazaküldesz még, de te örjöngsz, tűrni se tudjuk. Mondd te, gonosz, lesz még, aki ember lakta vidékről jönni kíván hozzád, hisz nem helyesen cselekedtél. Ezt mondtam. S átvette, megitta, örült neki szörnyen, itta az édes italt, s aztán kért újra belőle. Adj még jó szívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél. Mert hozak Kyklopszok dús földje a nagyszemű fürdből bort szintén, és Zeus zivatarja növeszti a termést, csak hogy ez itt nektárnak csöpje, meg ambrósziának. Így szólt, én meg a lángszínű bort adtam neki újra, adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán, majd miután az agyát az ital már elborította, válaszomat mézes szókkal neki adtam eképpen. Kyklopsz, kérdezted híres nevemet, nosza halljad, megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted. Senki se, ez nevem, így hívnak, hogy senki se, otthon édesanyám meg apám és minden többi barátom. Ezt mondtam, de kegyetlen szívvel azonnal ekép szólt. Senki se lesz, itt utolszor eszek meg a társai közt én, mind ama többit előbb. Nesze hát, ez lesz az ajándék. Szólt és megbillent ezután. Hátára hanyatocs elnyúlt félreszegett nyakkal. Mindent leigázó álom nyomta el őt, gégéjén dőlt ki a sok bors, emberhús darabok, s ökrendett kábulatában. Ekkor a nyársat fogtam, a sűrű parázsba benyomtam, hadd tüzesedjék meg. Szavaimmal a társakat is mind bíztattam, nehogy egy megijedjen s visszavonuljon, s amidőn már-már lánggal lobbant az olajnyárs, bármi zöld volt még, és már félelmesen izzott, akkor a tűzből én odavittem. Körben a társak álltak, az istenség nagy merszet fújt kebelünkbe. Ők fogták a hegyes végű nagy olajfadorongot, és a szemébe ütötték. Én nekidőlve fölülről forgattam, valamint ha hajófát fúr ki az ember, fúróval, s mások meg alulról húzva a szíjat, pörgetik erre meg arra a fúrót, s az forog egyre. Fogva szemében ekép forgattuk az áttüzesített nyársat, s még melegen forgott, körülötte a vér folyt. Szétperzselte egész szemehéját és a szemöldjét, gőze az égő szemnek, sistergett szemegödre. Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas, néki olajfadorong körül, úgy sziszegett szeme akkor.
Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla. Visszafutottunk megrémülve, kitépte szeméből vértől elborított nyársunkat azonnal a Küklapsz, és azután hadonászva kezével messzire dobta. S Küklapsz társaihoz felüvöltött, kik körülötte laktak a szellős csúcsok alatt barlangok ölében. Hallották a kiáltást, jöttek is innen, amonnan, és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte. Hát mi baj ért, Polifémos, mondd, hogy eképpen üvöltesz Ambrósziás éjben, s tőlünk elorosztad az álmot. Csak nem akarja talán rabló elhajtani nyájad, vagy pedig elpusztítani téged csellel, erővel? Néki a barlangból így szólt az erős Polifémos. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal. Már ha magad vagy egészen, s nem bánt senki erővel, Zeusztól jő nyavaját, kikerülni bíz azt lehetetlen. Rajta tehát könyörög te Poseidaonhoz, apádhoz. Szóltak, stávoztak. Nevetett örömében a szívem, hogy rászette a név őket, meg nagyszerű eszmém. Nyögve a Küklapsz, s kínjai közt kínlódva a sziklát két kézzel tapogatva a nyílástól elemelte, ő maga szétterjesztve kezét odaült a küszöbre, hogy valakit megfogjon, amint az lép ki a nyájjal. Lám ő ennyire balgának hitt engem eszében. Csak hogy azon töprengtem, hogy mint lehetne a legjobb, hát ha lelek számukra menekvést még a halálból, csel nem akadt sem terv, mire nem gondoltam, az éltünk kellett mentenem, és a veszély fenyegetve közelgett. Hát ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Voltak a barlangban kosok is, sűrű gyapjú kövérek, szép nagytermetűek, hordtak violás színű bundát. Hát ezeket jól font vesszőkkel, amelyeken álmát szokta aludni a vadszívű óriás, egybekötöttem hármanként csöndben, s egy-egy embert vitt a középső, kettő két oldalt lépdelt, hogy a társaim óvja. Egy embert három kos hordott, s én magam ekkor, mert volt ott egy kos, mindjénél sokkal erősebb, ennek a hátát fogtam meg, s gyapjas hasa alján függeszkedtem, a két kezemet becsavarva erősen isteni gyapjába, s csüngtem roppant türelemmel. Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni hajnalt. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, akkor a hímek mind kirohantak a jó legelőre, meg nem fejten a nőstények bégettek az aklok mellett, mert tőgyük kifeszült. Gyötrődve a gazda kínjai közt, a juhok hátát végig tapogatta sorban, amint álltak, s nem vette a balgatag észre, hogy gyapjas hasukon csüng mind odakötve a társam. Hát közülük legutolszor a kos lépdelt ki az ajtón, gyapja lehúzta, de én is az elmés terv kisütője. Megtapogatta, s eképpen szólt az erős Polifémosz. Drága kosom, miért is még most ki utolszor a nyáj közt innen? Nem szoktál ezelőtt soha elmaradozni, mert legelőbb legeled le a réteg gyönge virágát, jó nagyokat lépdelsz elsőnek futsz a folyóknak habjaihoz, s hazajönni először vágyol akolba este felé, most meg legutolsó vagy. De a gazdád drága szemét szánottán, mit kidöfött az a hitvány embers átkos társai, elmém borral igázva, senki se, ám de hiszem, hogy a vészből nem menekül meg. Bár velem érezhetnél, s tudnál szólni is, akkor megmondhatnád, hol bujkál most ő haragomtól. Agy velejét, szanaszét fröcskölném, itt az üregben úgy verném a küszöbhöz, s könnyebbülne a bajtól szívem, mellyel e semmire kellő senki se sújtott. Így szólván tovaküldte a kost legelőre a nyájhoz. S hogy kissé elhagytuk a barlangot meg az udvart, bújtam a nagykos alól ki, a társaim is kibogoztam. És a merevlábú hájas juhokat sietősen hajtottuk, meg-megfordulva, s végre hajónkhoz értünk. Ott nagy örömmel láttak a drága barátok, mert túléltük a bajt, de a többit nyögve siratták. Csak hogy nem hagytam, s a jajongást tiltva szemölddel intettem, rakják a hajóra sietve a pompás gyapjú sok juhot, és szálljunk ki a sóshabú vízre. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorban, leülve az ősztengert evezőkkel ütötték.
Annyira voltunk épp, ahová még ér a kiáltás, s akkor a Kyklopszhoz szóltam szúró szavaimmal. Kyklopsz, lám, nem hitvány ember társait etted meg te a mélyölű barlangban, tombolva dühödben. Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen. Házadban vendégeidet fölfalni se féltél, most bosszút áll rajta Zeus, meg a többi nagyisten. Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szívében. Egy nagy hegy csúcsát leszakítva hajónkra vetette, és a sötét orrú bárkának elébe esett az egy kicsivel csak, s kis hián súrolta a kormányt. Föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, visszafelé hajtotta hajónkat, a föld fele újra szörnyű nagyárral a part közelébe sodorta egészen. Én pedig erre a hosszú csákját kézbe ragadva, s félretaszítva hajónkat, a társaimat noszogattam. Dőjenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk, intettem fővel, nekiesve evesztek a társak. Ám amidőn két annyi utat jártunk meg a vizen, újra a Kyklopszhoz készültem szólni, de körben innen is, onnan is édes szókkal esentek a társak. Miért akarod te szegény piszkálni tovább a vadembert, és csak imént is a szárazföld fele űzte hajónkat vissza a vízbe vetett kővel, már majd odavesztünk. Hogyha csak egy is megmukkan, vagy hangot ad, akkor szét is zúzza hajónk deszkáit, szét a fejünket érdes sziklával, hiszen annyira messze hajítja. Ezt mondták. De vitéz lelkem nem ügyelt a szavukra, és ismét haragos lélekkel szóltam a szörnyhöz. Kyklopsz, hogyha talán megkérdi egy ember a földön, hogy történt a szemednek csúfos megvakítása, mondd, hogy a városokat dúló Odysseus vakított meg. Laertész fia ő, Itakában lakja lakását. Ezt mondtam, mire ő jajszóval szólt a szavamra. Ó, jaj, rég megjósolt végzett telt be ma rajtam. Élt itt egykoron egy szép termetű nagy javas ember, Télemosz Eurymidész, aki értett jól a jövőhöz, s itt vérült meg, jósolgatva a Kyklopszok közt. Az megmondta nekem, hogy ilyen baj vár a jövőben. Elveszi majd a szemenfényét Odysseus keze egykor. Mindig szép, nagytermetű férfit vártam azonban, hogy majd erre kerül, nagy erővértjével övezve. Most pedig ennyire apró hitvány, semmire kellő szúrta ki drága szemem, miután borral leigázott. Rajta viszont Odysseus, jár idébb, hogy ajándokot adjak, s kérjem a híres földrázót, hogy jó utat adjon. Néki vagyok, fia. Büszkén vallja magát az apámnak, mert ő lesz, aki meggyógyít, ha akarja, de más nem, sem sosem múló égi lakó, sem földi halandó. Ezt mondotta, de én így küldtem néki a választ. Bárcsak az életed úgy tudnám elvenni, s a lelked és Hádész házába is úgy tudnálok elűzni, mint ahogyan nem gyógyíthat meg a földrázó sem. Ezt mondtam. És ezután ő így kérlelte Poszeidon Istent, két karját fölemelve a csillagos égre. Haj, te Poszeidon, földtartó, kékhajú Isten, hogyha fiad vagyok én igazán, s azt vallod, apám vagy, add, hogy a várduló Odysseus haza már sose jusson, Laertész fia ő, Itakában lakja lakását, s hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét, s jól épült házába kerüljön az otthoni földre, hát legalább bajosan, későn és társai nélkül mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon. Szólt könyörögve, meg is hallgatta a kékhajú Isten. Ő pedig ím egy még szörnyebb sziklát emelintett, teljes erővel megcsóváltas a vízbe vetette, dobta felénk, s a sötétkék orrú bárka mögött hult vízbe a kő, és kis hián súrolta a kormányt. S föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, most a hajónkat előre a száraz földre vetette. S amidőn a szigetre elértünk már, hol a többi jóevezős bárkánk várt mind, és körben a társak ott ültek jajgatva, s a jöttünk